Így ünnepeltek a koszovói szerbek a vasárnapi előrehozott parlamenti választások után. A kisebbségek a pozitív diszkriminációnak köszönhetően 20 úgynevezett fenntartott helyen rendelkeznek a 120 fős pristinai törvényhozásban. Ebből 10 hely a szerb kisebbséget illeti meg. Márko Gyurić, a szerb kormány koszovói irodájának vezetője köszönetet mondott a koszovói szerbeknek a választásokon való nagy arányú részvételükért. De posle ove pobede niko više ne može da udalja ni Srbe, ni njihove interese, ni legitimne interese države Srbije sa Kosova i Metohije i da je ovo zaista jedna velika pobjeda za celu Srbiju od Horgoša do Dragaša. Ramush Haradinaj, a koszovói demokrata párt, a Szövetség Koszovó jövőjéért és Koszovó kezdeményezés nevű pártok koalíciójának miniszterelnök jelöltje bejelentette, hogy győzelmet aratott vasárnap az előrehozott parlamenti választáson. Haradinaj, aki 2004-ben és 2005-ben rövid ideig már vezette a koszovói kormányt, úgy fogalmazott, koalíció meggyőző fölénnyel nyerte meg a voksolást. Ramush Haradinaj kormányfővé választása miatt ismét feszülté válhat a viszony Koszovó és Szerbia között. Haradinaj 2005-ben azért mondott le a kormányfői tisztségről, mert a hágai nemzetközi törvényszéken folyt ellene vizsgálat, a testület azonban 2010-ben is felmentette a terhére rót vádak alól. Szerbia azonban továbbra is háborús bűnösnek tekinti a koszovói konfliktus idején feltételezetten elkövetett bűncselekmények miatt. A részvételi arány rendkívül alacsony, alig 40%-os volt. Elemzők szerint ennek oka a lakosság csalódottsága és kiábrándultsága.